Akkor lesz béke, ha változás lesz az Unió és az Egyesült Államok vezetésében. Erről beszélt reggeli rádió nyilatkozatában Orbán Viktor. A miniszterelnök a háborút nevezte meg a vasárnapi választások tétjeként. Magyar Péter holnap délutáni tüntetésre hívta az embereket reggeli Facebook videójában, amelyben a Tisza párt a valaha volt legnagyobb politikai demonstrációnak nevezte meghirdetett eseményét. A Publikus Intézet adatai szerint majd minden ötödik választó az utolsó pillanatban dönt arról, hogy kire szavaz vasárnap. Szóval most még itt a hétvégén kapunk egy esélyt, aztán lesz néhány nehéz hónap, amit túl kellene élnünk, ami novemberig tart, amikor jön az amerikai választás. Nem meglepő módon a háborút nevezte a vasárnapi európai parlamenti választás legfontosabb tétjeként szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Európa egyre közelebb van ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút az orosz-ukrán háború kapcsán, és a béke elérésének útjaként azt nevezte meg, ha az Unió, illetve az Egyesült Államok vezetésében változás történik. Ha Donald Trump visszatér, egy jó európai választással a hátunk mögött, csinálhatunk egy össznyugati, transatlanti béke koalíciót, és azzal meg lehet állítani a háborút. Az országjárását szerdán Győrben befejező Magyar Péter a választás előtt két nappal a szombati Hősök terére bejelentett tüntetésére hívta az embereket közösségi oldalára feltöltött videójában. Legyél részese a valaha volt legnagyobb politikai demonstrációnak. Mutassuk meg, hogy ha bár felül a gája és alul a víznek árja, azért a víz az úr. Hozzon magával mindenki még két embert. A Medián legfrissebb kutatása szerint a választani tudó biztos szavazók között 50%-on állnak két nappal a választás előtt a kormánypártok. A legnagyobb ellenzéki erőnek a felmérés alapján a Tisza párt tűnik 27%-kal. Rajtuk kívül a DK-MSZP párbeszéd közös lista és a Mi Hazánk küldene még képviselőt az Európai Parlamentbe. Párt nélküli szavazók nem identifikálódnak egy párttal sem teljesen, nem támogatnak egy pártot sem stabilan. Ezt már a saját felmérésükről mondta a Publikus Intézet elemzője. A felmérés nem csak a biztos szavazókat, hanem a párt nélküliek úgynevezett másodlagos preferenciáját is vizsgálta. Vagyis, ha muszáj választani, akkor kire adnák voksukat. Eszerint a nem elkötelezett szavazók több mint harmada húzná a baloldali közös listára az X-et, míg Magyar Péter pártja a párt nélküliek negyedének szavazatára számíthat. Az elemző viszont felhívta arra a figyelmet, hogy nagyon sokan nem döntöttek még. Roppant magas azoknak a választóknak, azoknak a szavazóknak az aránya, akik az egész utolsó pillanatban, tehát saját bevallás szerint ezen a héten, az utolsó napokban, vagy akár konkrétan a szavazófülkében fogják csak eldönteni, hogy véglegesen kire szavaznak, ez az összes megkérdezett között 22% volt. Kálló Dániel azt is elmondta, hogy 60% körüli részvételre számít a vasárnapi szavazáson.